Adventre készülnek a katolikus egyházban. Roham az adventi koszorúkért, ünnepi programok a református egyháznál, Tiszató téliesítése. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 29-én 18 óra 5 perckor. Hamarosan advent időszaka következik. Kujás Zsolt, a római katolikus plébános arról beszélt, hogyan készülnek erre a jeles ünnepre. A karácsony mindannyiunk számára a legmeghittebb, legbensőségesebb ünnep. Ha az adventi időszakkal erre készülünk, a másik isteni személy a fiú megtestesült, emberi testet öltött, valóságos emberré lett. A három fő ünnep, a karácsony, a húsvét és a pünkös közül a karácsony a leginkább családiasabb, legbensőségesebb ünnep, amihez elkezdtük a lelki készülést is, mondta plébános, aki szólt arról, hogy hétfő reggelenként 6 órától a katolikusoknál a Rorate Szent Mise van. A három főünnep közül, ugye karácsony, húsvét, pünkös közül, hogy az előbb is említettem, ez a leginkább családiasabb és bensőségesebb ünnepnek számít, de ezzel együtt elkezdődik a lelki készület is. Ennek is több iránya van, amiben egyrészt valóban a lelkünket készítjük föl. Nálunk katolikusoknál van a Rorate Szent Mise, ami hétköznap van. Minden héten, hétfőn, reggel 6 órakor mondjuk ezt a Rorate misét Zsolozsmával, ez az egyháznak a hivatalos imája ezzel együtt. Hát ez valamikor úgy volt, hogy vasárnap kivételével minden nap van, de azért ez eléggé fárasztó, és úgy tűnt, hogy kimerültünk abba, hogy minden nap legyen, de így, hogy hetente egyszer legyen egy ilyen szentmise, az úgy tűnik, hogy ugye tetszik a hívek körében is. Úgyhogy egyrészt szeretettel várjuk. A lelki készület másik része, hogy 2020. szeptember 13-ától 20-áig lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, ami 1938-ban volt Magyarországon, most lesz másodszor. A lelki készületeknek egy másik része, hogy 2020. szeptember 13-ától 20-áig lesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, ami 1938-ban volt először Magyarországon, most kerül másodszor megrendezésre, és szeretnénk, hogyha egy ilyen háromnapos szentségimádással készülnénk erre az ünnepre, illetve már hagyománnyá vált a Szálláskeres a Szent Család áltatosság itt a plébánián, ahol a hívekkel, közösségeinkkel együtt imádkozunk és készülünk a karácsonyra. És hát ehhez hozzátartozik a lelki megtisztulás is, a gyónás, amivel külön napot szentelünk, amikor, illetve estéket, amikor a hívek lelkileg is megtisztulhatnak. Jót tenni jó, és a jó cselekedetekkel készülnek, ha rászorultak segítésére, ajándékcsomaggal. Jó cselekedetekkel együtt készülünk arra, hogy valóban a rászorultakat megkeressük, egy-egy ajándékcsomagot vigyünk el számunkra. A Máltai Szeretett Szolgálat nagy segítség számunkra, és velük együtt a Spárban elkezdődnek majd a gyűjtések, ahol szeretném kérni a városnak a lakosságát, hogy egy-egy kis élelmiszer dologgal, ha tudnak, konzervvel, tehát főként azokkal, amit a későbbiekben is tudnak használni, kávé, citrom, lécukor, rizs, tehát ezek mind-mind hasznosak egy háztartásban. És nagyon szépen adakoztak a lakók, illetve a városnak a polgárai, amit ezúttal is szeretném megköszönni a korábbi adományokat is, de most is az előző években több mint 100 családot tudtunk így megsegíteni, és a Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül élelmiszerbankokkal is kapcsolatban vagyunk, ugye ez egyfajta élelmiszermentés, és hát így módon is szeretnénk segíteni a rászorultaknak, akik valóban örülnek egy szatyor élelmiszernek, még ha esetleg az egyszerűbb csomag is, de azt gondolom minden jól jön. A György István Katolikus Iskolában szeretnénk majd újra a cipős doboz akciót beindítani, és rászorult gyerekeknek szeretnénk
majd gyűjteni és továbbítani. Az adventi időszakban több ünnepség is lesz. A Mikulás ünnepség december 8-án lesz a templomban, az elsősök és a másodikosok vesznek majd részt rajta. Azt gondolom, a Szent Miklós püspök mindannyiunk számára kedves, és a gyerekek is nagy örömmel fogadják őt. És persze majd lesznek karácsonyi műsorok, betlehemes, amelyet a iskolákkal együtt készülünk, a Szent Pál Marista Általános Iskola is most egy misztérium játékkal készül, amelyet szintén szeretnénk megnézni, és ahová várjuk majd a városnak is a lakóit. De ugyanígy az iskolások adventi szentmiséje keretében kerül meggyújtásra majd az adventi gyertya minden vasárnap, de szeretnénk a városi adventi gyertyagyűjtésbe is bekapcsolódni. Mert hogy ez mindannyiunk számára nagy öröm, készülést jelent, és jó a valóban együtt ünnepelni és közösen készülni. Én személy szerint szeretném felkeresni az idősebbeket, és akkor itt ragadom meg azt az alkalmat, hogy első péntekes betegeket keresünk, akik már nem biztos, hogy el tudnak jönni a templomunkba, de egy 10 perce, akár fél óráira is szívesen fogadnak és látnak, és akkor szeretném őket felkeresni, meglátogatni kis közös imádsággal, valóban talán, hogy ők is érezzék azt, hogy számítunk rájuk, és hogy fontosak nekünk. És természetesen majd lesz az évféli mise december 24-én, ahol nem kell képeslapot hozni, vagy ilyen képet nem fogunk osztogatni, hanem mindenkit szeretettel várunk. Ugye annak idején, amikor ez kialakult, akkor ennek megvolt a létjogosultsága, de úgy gondolom, hogy ez már a régmúlt. Az év utolsó szombatján a jubiláns házasokról fogunk megemlékezni. Ez egy záró esemény lesz, ahol műsorral, vacsorával egybekötött estét rendezünk nekik, sorolta Gulyás Zsolt, aki elmondta, aki szeretne még a rászorulóknak tartós adományt adni, az megteheti a plébánián hivatali időben, vagy a vasútúti kápolnában délutánonként. Vasárnap advent első hétvégéjét ünnepeljük. A hagyományos színek mellett a lakás színvilága határozza meg az idei trendet. Dominálni fog a halványzöld, a fehér és a barackvirág szín. A koszorúk ára nem változott tavalyhoz képest, egy mutatós darab akár már 3000 forintért is megvásárolható. Az adventi díszeket rendezgeti az egyik karcagi virágbolt vezetője. A kiegészítők megérkeztek, de kész koszorút is vásárolhatunk az üzletekben. Továbbra is dominálnak a hagyományos formák és színek, de az újdonságok is népszerűek. Több rétegre osztanám ezt a karácsonyi színeket, mert megvannak a régi hagyományos piros-zöld, fehér színek, amit ugye mindenkinek ami az igazi karácsonyt jelenti, de ugyanakkor a fiatalabb generáció most már egyre jobban kezd kicsit más színvilág felé hajolni, ami a saját bútoraihoz, a kiegészítőihez szívesen leteszi, hogy tényleg beélik az asztalára, tehát a karácsonyi dekorációk. Itt megemlíteném most, hogy nagyban jelen vannak a púderszínek, a rózsaszín és a barackos árnyalatok, és most mellette megjelent ezek a kis zöldes, halovány, kis, tehát az a zöld színek, a fehér az ezüsttel. Na most ugye ott vannak még jelen a fehér az ezüsttel, és tehát itt számtalan elképzelés van, tehát számtalan lehetőség, és a színeket ugye mindenki bátran tudja használni, és ami együtt párosítható. A virágboltos elmondta, hogy számtalan lehetőség, szín van, amit bátran lehet is használni. Nagyon sokan szeretik családban, gyerekekkel az adventi koszorút saját kezdőleg elkészíteni, a saját kis örömüke, és ennek ugye az a szépsége, hogy nem a virágboltban, tehát nem biztos, hogy a virágboltban fogják megvenni az adventi koszorújukat, hanem ők maguk otthon elkészítik a kicsi gyerekekkel, anyuka, apuka, ez egy család összetartó szerepe van. És a karácsonyra való felkészülésnek, tehát ez egy kiinduló pontja,
a szeretet, ott már egyben, tehát ott már egyértelműen észrevehetjük azt, hogy a család összetartó szerepe van, mert együtt végezzük el, tehát együtt készítjük el azt az adventi koszorúkat. Van, aki a rohanó virágban, tehát nincs ideje, tehát felnőttek már a gyerekek, munkája folyamán ugye örül, hogyha meg tudja venni, kiválasztja az ők is maga a koszorúját, az asztaldíszét. Ők ugye szívesen felkeresik a boltokat, a nagyobb üzletházakat, ahol éppen az útjába kerül. Az egyházhoz tartozó színek még mindig dominálnak, idén a szörme hordozza a főszerepet. Jelen van természetesen az egyházhoz tartozó a lila, a rózsaszín szín. Ez egy örök, és ezt nem lehet. Tehát ez egy kiinduló. Szívesen van, ami már egy kicsit túl van, a fenyő, a mindenféle kis apró kiegészítőkkel. Na most itt a színeket is lehet ugye nyilván kombinálni. Vannak, jelen vannak nagyban a szörmék, és ezek a szörméken minimális, tehát ő a szörme hordozza a főszerepet és a gyertya. A szörmésnél, tehát nagyon visszafogott díszítés van. Na most ugye vannak a veszőkoszorúk, amin ugye nagyon sokan igénylik és keresik, szeretik, ezt is hozzá tenni, mert itt meg lehet a veszőkoszorúkon meg lehet jeleníteni az egy erdő jelenetet. Az igények mellett a kiegészítők és a gyertya minősége határozzák meg az árat. Ha természetes anyagot választ a vevő, akkor én szívesen segítek, tehát kiválasztjuk, hogy ne kelljen neki az internetről rendelnie, mert én úgy gondolom, hogy minden virágbolt fel van készülve arra, hogy mindenféle kiegészítőt tudjon árulni, tehát ne csak készterméket tudjon árulni, és bárki, aki bármelyik virágboltot megkeres, én úgy gondolom, hogy mindenki fog segíteni egy-egy kiegészítőben, hogy a család otthon tudja ezt elkészíteni a kisgyerekekkel, és ott már ők maguk döntik el, hogy mennyire akarnak csilivilét, mennyire szeretnének csak a természetes anyag felé elmozdulni, vagy az egyéb kis kedves figurákat használni. A legolcsóbb koszorú az üzletekben 3-4 ezer forint, de igényektől függően akár 20 ezer forint feletti összeget is fizethetünk egy adventi díszért. A református egyházközség ünnepi programokkal várja a karcagiakat. A hagyományos adventi programok a karácsonyra készítik fel a lelket. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperessel beszélgettünk. Soha nem lehet a karácsony nélkül, a karácsonyi végkifejlet nélkül értelmezni az adventet, mert minden, amit csinálunk, felkészít a karácsonyra. Az advent a várakozása, a készülődés ideje, mondta nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. Advent ugye a várakozás ideje, készülődés ideje, fizikálisan is, lelkileg is, mentálisan is készül ilyenkor az ember a családi alkalmakra, a gyülekezeti alkalmakra. Ennek a lelki felkészülésnek az egyik legfontosabb eleme visszatérően egy adventi evangelizáció. Az evangelizáció az egy különleges műfaj, arról szól, hogy más helyről érkezett emberek, lelkészek tesznek bizonyságot arról, hogy ők hogy élik meg a felkészülést. És egy nagyon kedves barátom, egy nyugalmazott esperest akaró Tamás fog érkezni, ez a december második hetére tehető. Minden adventi vasárnapot úgy fogunk megtartani, hogy valamilyen különlegessége készülünk. Az első adventi vasárnapunk az már egy gyerekszolgálattal lesz. A második adventi vasárnapon felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem mindenkinek adatik olyan helyzet, mint nekünk, Isten kegyelméből, hogy egyéb dolgunk sincs. Természetesen akinek az életében vannak problémák, terhek, gondok, azok nem fognak velem egyetérteni, de alapon olyan társadalmi helyzetben vagyunk, olyan anyagi helyzetben vagyunk, hogy tervezhetünk nyugodtan az advent folyamán, hogy hova megyünk el a gyerekkel, mit fogunk majd a fa alá tenni. Ez nem mindenütt van így. Nem csak világ
méretben, hanem Kárpát-medencei méretben is. Éppen ezért advent második vasárnapján szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a határon túli magyarok milyen nehéz helyzetben vannak. Ezért egy kárpátaljai református lelkészt hívtunk el, aki Huszt városából fog érkezni, ő fog közöttünk prédikálni, és egyúttal szeretnénk majd nekik átadni, vagy rajta keresztül a husztiaknak egy nagyobb pénzadományt, amivel az ottani kárpátaljai magyarok, különösen is a kárpátaljai magyar gyerekek számára egy kicsit könnyebb lesz, kicsit szebb lesz az advent és a karácsony. A harmadik vasárnapon szeretnénk egy kórus találkozást összehozni, hiszen több kórusunk van. Tervezzük, hogy meghívjuk a környékről is, akiket elérünk egy szép istentiszteletre, egy alkalomra, és természetesen megint egy standard, egy általános visszatérő alkalom, hogy a negyedik vasárnapon pedig egy nagy gyerekműsorra készülünk. Koncz Tibor elmondta, hogy Istentől kapott feladat, kötelesség, hogy ne gesztusként és ne kegyként gondoljunk arra, hogy szeretjük a mieinket, hanem szent kötelesség, ide kell eljutnunk. Át tudjunk úgy lényegülni, a szellemünk és a lelkünk meg tudjon úgy változni, hogy elérkezzünk a csúcspontra, Szentestére és a karácsonyra, amikor szeretnénk arról az ajándékról szólni, amit mi kaptunk, a szeretet ajándékáról, az isteni szeretetről, aminek a továbbadása a mi embertársaink és mindenek előtt a szeretteink irányába, azt hiszem, hogy a legalapvetőbb, és életben tartja a családokat, életben tartja a lelkeket. Ezért kell erről úgy beszélni, hogy Istentől kapott feladat, kötelesség, hogy ne gesztusként és ne kegyként gondoljuk arra, hogy szeretjük a mieinket, hanem szent kötelességnek. És ez igazából a csúcspont. Idáig szeretnénk eljutni, és bízom benne, hogy sokan jönnek majd velünk. A programokról, istentiszteletekről az Egyházközség Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők, de gyülekezeti újsággal is készülnek a karcagiaknak. A Tisza-tó téli vízszintjének beállítását két lépcsőben tervezik végrehajtani. Első lépcsőben a tározó vízszintjét az alacsonyabb téli vízszintre, Kisköre felsőnél 590 plusz mínusz 10 cm-re csökkentik a Tiszatavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. És a kötivízik fokozott együttműködése alapján készített monitoring terv alapján. A vízszint csökkentés végrehajtását és ütemét befolyásolhatja, módosíthatja egy esetlegesen kialakuló és levonuló árhullám. Az alacsonyabb vízállás az élővilágra is hatással van. A sekélyebb területeken rekedt halak könnyű prédát jelentenek a madarak számára, de szélsőséges esetben az oxigénhiányos vízben el is pusztulhatnak az állatok. Vannak olyan fajok, amelyek a víz kismértékű apadásával is elkezdenek rögtön a mélyebb területek felé vonulni, illetve vannak olyan fajok, amik erre úgy reagálnak, hogy kevésbé húzódnak a mélyebb területekre. Elsősorban itt a süllőre gondolok. A nagyobb testű süllők, ők sajnos nagy számban maradnak kint, azonban a sekély területeken, ahol védtelenek maradnak a tél folyamán, mondta Juhász Máté programkoordinátor, a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Munkatársa. A Tiszatavi Sporthorgász Kft. Szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a halak biztonságos telelési feltételeinek biztosítására. Egyebek mellett idén tavasszal ezért alakította ki egy olyan 1 km hosszúságú 2 méter mély halágyat, amelybe visszahúzódva a korábbinál kedvezőbb körülmények között élheti túl az alacsonyabb vízállást az élővilág térségünkben. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!